A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket! Már megszokhattuk, hogy a szeptember nem telhet el a Burgundy légiparádé nélkül. Most vasárnap is várják a családokat, a kikapcsolódni vágyókat Burgundre már a délelőtt 9 órától. Vendégeim itt a stúdióban Szilárdi Dezső, az Albatrosz Repülőegyesület elnöke. Ezért csatlakozom. És Józsa Dávid, műrepülő világbajnok, a szervezet szakosztály vezetője. Köszöntöm önöket itt a stúdióban. Hát valóban most már a pandémia óta újra meg lehet rendezni ugye a repülőnapot már, vagy hát a légiparádét már, ugye tavaly is azért a pandémia ezt megengedte, vagy a pandémiás időszak. 27. alkalommal kerül megrendezésre idén, ugye most már ez a légiparádé, hogyha jól tudom. Tehát nem most kezdődött azért ennek a légiparádénak a története. Annak idején, amikor ez elindult, akkor milyen céllal szervezték meg az elsőt? Legelső légi eseményt Burgundön a sportrepülők, az Albatrosz Repülőegyesület kezdte el szervezni olyan megfontolásból, hogy a nagy közönségnek bemutatkozik a sportrepülés, ejtőernyőzés különböző ágazata. És hát olyan sikeres volt, akkor még a honvédség is ott volt a burgundi repülőtéren, hogy ezt aztán követte a következő, és aztán az következő, és most már 27. alkalommal egy óriási rendezvényé nőtte ki magát, ahol már nem csak a sportrepülők jelennek meg, hanem a profi repülők is. Úgyhogy elmondhatom, hogy a magyarországi légiparádék sorában előkelő helyet foglal a burgundi rendezvény. Ugye az ember, amikor kilátogat erre a repülőnapra, azt látja, hogy minden, vagy légiparádére, bocsánat, mindig repülőnapot mondok, mert ugye ez egy darabig azért repülőnap volt, aztán ugye a légiparádé, hogy egy óriási területen tényleg minden nagyon, nagyon jól meg van szervezve, de mi minden munka előzi meg ezt, hogy mi, akik oda megyünk egy kicsit kikapcsolódni, beletekinteni ebbe a világba, hogy ezt tapasztaljuk ezt. Ez már hónapok óta elkezdődött ennek a szervezése. Ugye ennek van egy engedélyezési, egy adminisztratív folyamata. Megérkezett az engedély, minden úgy, ahogy szerettük volna, minden résztvevő, úgy, ahogy azt elterveztük, és van egy fizikai előkészítése, azon belül, hogy a füvet lenyírni, mindenki kitakarítva, ugye a kordonokat fölépíteni. Ennek a munkának az időarányos részével jól állunk, tehát ezt már a reptén régóta csináljuk, a hangárok készen vannak, a repülőgépek készen vannak, de a kordonépítés az természetesen majd péntek-szombatra marad, és akkor vasárnap reggel, amikor kilátogatnak, akkor valóban tényleg úgy, ahogy ezt egy repülőnapon Burgundön megszokhatták, addigra be lesz rendezve minden. Mekkora területen lesznek egyébként a programok, mi mindennel készülnek idén? Hát itt az előkészítés során azért több száz hektárról beszélünk, és a közönség terület is több mint 70 hektáron lesz kijelölve. Tehát ha valaki körbesétálja a kiállító pontokat, és minden tüzetesen megnéz, akkor a nap végére bizonyára el fog fáradni. Ez egy kellemes fáradtság lesz. Persze hát a programok azért a nagy többség a levegőben lesz az érdekességek. Úgyhogy nem kis feladat az Egyesület számára. 100-110 fő dolgozik ezen a rendezvényen, és a rendezvény lebonyolításában pedig még külső segítséget is kérünk. Tehát a polgárőrök nélkül már nem tudnánk megrendezni ezt a rendezvényt. Általában olyan 150-200 fő, aki aktívan a repülőnapon részt vesz a közönség kiszolgálásában. Mennyi emberre számítanak idén? Hogyan, nyilván azt tudják azért, hogy az előző években mennyien voltak kíváncsiak erre a légiparádéra? Minden évben több ezer látogató van jelen, és olyan látogatóink is vannak az iskolák részéről, akiknek ingyen jegyet biztosítunk, hiszen nekünk nagyon fontos az utánpótlás nevelés, és ha a tanárok veszik a fáradtságot és a nebulókat kihozzák a repülőtérre, akkor ők ingyen csodálhatják ezt a produkciót, tehát elég nagy az érdeklődés minden évben a repülőnap, illetve a légiparádé kapcsán.
Folyamatosan követtem egyébként a Facebook oldalukon, hogy mi minden lesz, hogy azért nyilván én készültem is, és azt látom, hogy az utolsó pillanatig itt azért mire felállt így a program, tehát hogy mire így lehetett látni, hogy ki minden lesz majd itt jelen, és milyen programok lesznek, azért ez alakult és bővült. Nagyon azt néztem, hogy nagyon színes, tehát hogy most tényleg annyira színes, annyira még valami gasztró része is lesz ennek a rendezvénynek. Miért gondoltak arra, hogy tényleg így kell színesíteni a palettát? Mindig szeretnénk újdonságot hozni, mindig szeretnénk olyat, ami még nem volt, de az alap, a bázis az természetesen adott. Van egy katonai blokk, a Magyar Honvédségnek köszönhetően, itt lesz majd Jelenik Máté főhadnagy Gripen vadászgéppel, a teljes demóját fogja bemutatni füstölővel, infracsapdával, a honvédség részéről lesz egy helikopter bemutató AS-350-essel, Mi-17-esből katonai ejtőernyősök fognak ugrani, a statikus sorra is érkezik repülőgép Szolnokról, ez Link 242-es, H-145M a Magyar Honvédség legmodernebb helikoptere, és akkor mellette a polgári blokk, motoros, vitorlázó műrepülés, helikopterek, olyan helikopterek, amik szorosan kötődnek Börgönd katonai évének utolsó két évtizedéhez, tehát Mi-2-es, illetve a Kamov, lesz egy magyar fejlesztésű helikopter, a Hungarokopter, akinek pilótája szintén itt Börgöndön kezdett helikopterrel repülni 80-as évek elején. Lesznek igazi újdonságok is, ami még nem volt Börgöndön. Egy éve elindult egy folyamat, egy engedélyezési folyamat a Dunán és a Balatonon, volt már próbarepülése egy Cessna 206-os amfíbiának, aminek úgy van kialakítva az úszótalpa, hogy leszárhat fűre vagy betorra. Ő is eljön hozzánk, bemutatót repül, közelről meg lehet tekinteni. Itt lesz egy Trojan, ami tavaly érkezett az országba, most van ott a műszaki felkészítése, hogy ezen a hétvégén láthatják először Szegeden, illetve itt vasárnap nálunk Börgöndön, az 50-es évek vadász támadó repülőgépe az Egyesült Államokba készült. Szóval mindig próbálunk újat hozni, és mindig próbálunk olyat mutatni, ami újdonság, ami akár a fiataloknak, akár a repülés szakma iránt érdeklődőknek érdekesség, vagy olyat, ami a családoknak, tehát egy 4-5 éves gyereknek természetesen teljesen más az, ami tetszik. Most nem csak az ugrálóbára, hanem az ilyen programokra gondolok, hanem hogy beülhessen egy repülőgépbe, ott azt kapcsolgathassa, vagy közelről megnézhesse. Tehát természetesen a Gripennek a hangja, vagy akár a helikopterek hangja az ugyanúgy érdekes számukra is, de ott külön készültünk a szakmai közönségnek is. Ugye önnek is lesz bemutatója, igen, majd. Mire számíthat a közönség, mit fog bemutatni? Hány perces? Hát az közel ugyanaz, tehát 1450 méterről, füstölővel, zenére, picit finomítva a programom minden évben, az gyakorlatilag ugyanaz lesz. És akkor arra is lehetőség van, hogy oda menjenek akár önnel beszélgetni, ugye azok, akik mondjuk fiatalabbak és érdeklődnek a repülés iránt. Erre külön-külön toborzó pontok, illetve olyan pontok lesznek a színpadon, ahol lehetőség lesz. Egyfelől a Hungarokontroll, mind a rendezvény fő szponzora, másfelől a Magyar Honvédség részéről, vagy akár az Albatrosz Repülő Egyesület különböző szakosztályának részéről. Ugye tényleg nagyon nagy ez a terület, hogyha mi nézzük az elhelyezkedéseket, akkor hol lesznek mondjuk a földön a programok, tehát hogy mi mindenre lesz lehetőség, és merre fele vagy? Tehát ha hamar megtalálja az ember, vagy hogy tud tájékozódni majd? Igen, hát több hektárnyi autóparkoló áll rendelkezésre, és onnan tulajdonképpen egy 100 méter a rendezvény helyszíne, tehát nem kell sokat gyalogolni a kilátogató közönségnek. Egy majdnem háromszög alakú helikopter állóhelyekkel körbevett terület az, ami a közönség céljára fenntartásra került. Itt vannak a különböző statikus kiállító pontok is. Itt vannak az ellátók is, hogy a szomjúságot is oltassák a kilátogatók. Ide érkezik az a Icarus 311-es busz is, ami a piac térről azokat a látogatókat hozza ki, akik nem akarnak autóval kiérkezni. És ezen a területen helyezkedik el most már az Albatrosz Repülő Egyesület beruházásában egy több mint 700 négyzetméteres új hangárépület, amiben viszont most egy érdekes kiállítás lesz. Azok a repülőeszközök kerülnek bemutatásra, amiknek jelen pillanatban az Albatrosz Repülő Egyesület restaurálását folytatja. Persze a Nemerét is megmutatjuk majd, de itt azért Kamov helikopter, Mi-1-es helikopter, ami egyébként kötődik a börgöndi történethez, történelméhez,
ki lesz állítva. Most még olyan állapotban, ahogy éppen tartunk a restaurálással, de reméljük, hogy pár éven belül ezek a repülőgépek eredeti fényükben fognak majd csillogni. Igen, azt én is már tapasztaltam, amikor kint voltunk forgatni, hogy épült ez az új hangár, akkor ezt nem csak kiállításra tudják egyébként használni, hanem én, amikor kint voltam, akkor például ilyen szórakoztatási lehetőségre is volt. Hát ez eredetileg a repülőgépek tárolására készül, és arra is lesz majd használva. Most egy rövid ideig egy ilyen bemutatónak a céljára fogjuk fenntartani, hiszen majd a repülőnapot követően várunk ide kadétokat, akiknek majd megmutatjuk ezeket a repülőeszközöket, illetve ők is közel mehetnek hozzá, megérintetik, megnézhetik a berendezéseket, hiszen egy-egy repülőgépben rengeteg technika van beépítve, azok most szétszerelve, külön kiállító állványokon tekinthetők majd meg, amik eredetileg nem láthatók, mert be van építve a repülőgépbe. Úgyhogy ez egy bizonyára érdekesség lesz a kilátogató közönség számára. Ugye mondta, hogy a kadétoknak lesz majd ez egy ilyen bemutatkozás vagy bemutató lehetőség. Voltunk kint, önöknél forgatunk, ott volt a kadéttábor. Mennyire van egyébként így utánpótlás? Hogyan látják önök? Harmadik éve rendeztük meg a repülő kadéttábort. A mostani válogatásból nagyon sok fiatal reménység van, és bízunk benne, hogy közülük egyébként többen segítkeznek most a repülőnap lebonyolításában, előkészítésében, de valóban olyan készségekkel bírnak, amik arra mutatnak, hogy lehet jövőjük a repülés, és talán főleg a katonai repülés, mert mindenki arról álmodik, hogy egyszer majd Gripen pilóta lesz, de ha véletlen nem az lesz, mert valamilyen úton, módon a képességei nem teszik lehetővé, attól még harci helikopterre, illetve szállítógépre is kerülhet. És nagyon fontos nekünk, hogy a fiatalokat erre a pályára irányítsuk, hiszen a honvédség nagyon nagy gondokkal küzd a pilóták kapcsán. És ugye a fiatalok pedig nem szeretnek áldozatot hozni, tehát nagyon nagy merítésből lehet egy-két valóban olyan fiatalt találni, aki aztán majd véglegesen ezt a pályát fogja űzni. Igen, én azt gondolom, hogy egyébként tényleg gyerekkorban kezdődik valahogyan így az, hogy valaki szeretne pilóta lenni, vagy hogy így a vasmadarak felkeltik a figyelmét. Nagyon jó alkalom lehet ez a repülőnap arra, vagy egy légiparádi arra, hogy tényleg a gyerekek azt gondolják majd, hogy akkor szeretnének pilóták lenni. Hogy van egyébként ennek a kadétképzésnek a folyamata? Hány évesek kezdhetik el? Mikor képződnek ki tényleg pilótákká? Mostani metódika szerint, tematika szerint 14-15 éves korban elkezdhetik a vitorlázó repülést, akár hogyha megfelelően szorgalmasak, akkor 16-17 éves korukra meg lehet a szakszolgálati engedélyük vitorlázó repülőgépből. És onnan, hogy polgári civil vonalon tovább megy a motorosra, vagy jelentkezik az állami légijármű vezető képzésre, vagy jelentkezik Nyíregyházára, és ott megkapja a motoros képzést, és megkapja azt a katonai képzést. De most nagyjából az a terv, hogy a kiválasztott kadétoknak 17-18-19 éves kor legyen egy vitorlázó repülő szakszója, bekerül a képzési rendszerbe, és mire ott elérkezik a harmad év folyamba, hogy katonai kiképzőgépen elkezd repülni, van egy ilyen növendékünk, aki szakszó környékén járt, és most szeptemberben kezdi el a katonai alapképzését Szolnokon. Utána van, vagy eddigre van egy olyan előképzése, ami óriási előnyt jelent neki, és az is látszik, hogy ő akkor ezt szereti, eljutott ideig, és tehetsége is van hozzá. A cél az, hogy ezt szépen felépítsük, és ez egy általános elfogadott folyamat legyen. Ugye mondták, hogy most már harmadik alkalommal volt itt a kadét tábor a Burgundy repülőtéren. Mennyien voltak itt, hogyan kell elképzelnünk ezt? Azt hiszem egy hetet voltak itt, ugye a kadétok? Igen, egy hetet vannak itt. Az ország ebből a szempontból két részre van osztva. A keleti ország részben Szolnokon van ilyen toborzó, kiválasztó kadét tábor, a nyugati ország rész pedig Burgund. És akkor 20 növendék, 20 kadét programban résztvevő középiskolák tanulói közül kerülnek kiválasztásra. Gyakorlatilag itt megismerkednek a repülés alapjaival, vitorlázó repüléssel, motoros vitorlázó repüléssel, elméleti alapismereteiket tesznek szert, és akkor közülük, aki ezt szeretné, illetve mi is úgy gondoljuk, hogy alkalmas erre, ki van választva az, aki a jövő évben megkezdi az alapképzését vitorlázó repülőgépen.
és már volt olyan, ugye, hogy ebben a táborban, aki részt vett, az most már vezethetett is, ugye? Volt olyan, volt, így van, illetve a korábbiakból van olyan, aki szakszolgálati engedély megszerzése előtt van. Mennyire jellemző, hogy mondjuk lány jelentkezik, vagy hogy női pilóták mennyire vannak? Teljesen elfogadott, Magyar Honvédségben is van jelenleg is női pilóta, és a táborban is minden évben van 2-3-4 hölgy jelölt érdeklődő. Az Albatrosz Repülőegyesület szervezi minden évben ezt a légiparádét. Mi jellemzi egyébként az egyesületet? Az egyesületnek a taglétszáma 100-120 fő között mozog. A legnagyobb szakosztály az a motoros repülő és vitorlázó repülő szakosztály, de vannak ejtőernyőseink, sárkányrepülőink, modellezőink, illetve van egy olyan szakosztályunk, ami már nem az aktív repülőkből tevődik ki. Ők magukat öreg sasoknak nevezték el. Természetesen segítik a munkánkat, tapasztalataikat átadják a fiataloknak, és hát a kegyeleti dolgok is sajnos ő rájuk tartoznak. Viszont a fiatalok azok minden évben általában a Dávid által rendezett képzési folyamatban 10-12 fiatal kezdi el a képzését, és azok közül aztán nagyon sokan itt is maradnak az egyesületben, hiszen a vitorlázó repülésnek különböző fokozatait érik el, azon belül is aztán különböző koszorú repülések, és mehetnek tovább a pályán. Az egyesületen belül egyébként minden technika rendelkezésre áll, hogy a vitorlázó gépből képzés alapján átüljenek a motoros vitorlázóba, abból a motoros gépbe, és az olyan tehetség, akik tényleg komolyan veszik ezt, az egyesületen belül is tudnak repülni nem keveset. Ha képzési szintjük oda jut, akkor már a vitorlázó szakosztályt kiszolgálhatják a motoros repülőgép vontatással, vagy éppen a Cessna repülőgépünkből ejtőernyősöket ugrathatnak, tehát van egy előre meneteli lehetőség is. De természetesen, aki hivatásos pilóta akar lenni, azokat pedig irányítjuk, vagy a polgári, vagy a katonai repülés irányába. Hány éves korban érdemes egyébként jelentkezni mondjuk Dávidhoz egy képzésre? Vitorlázó képzésnél azt gondolom, hogy a 15-16 éves kor az ideális. Tehát mire szakszolgálati engedélyt kap, akkor lesz 18 éves, és ha hivatásszerűen szeretné csinálni, akkor teljesen időben van. Ha versenyszerűen akár műrepülni, akár távrepülni szeretne, akkor is időben van. Ha úgy dönt, hogy idézőjelben hobbiként marad neki a repülés, akkor viszont ezt el lehet kezdeni később is. Tehát hivatásszerűen azért 40-45 év fölött nem lehet becsatlakozni, de van olyan pilótánk, aki bőven 60 éves kor fölött kezdte el, és több mint 10 éve repül. Még most is. Ha az ejtőernyőzést nézzük, akkor annak milyen folyamata van? Tehát hogyan jelentkezhet valaki arra, hogy szeretne ugrani? Hát jelentkezik az egyesületnél, akár nálam, akár a szakosztályvezetőnél, vagy a szakmai vezetőnél, és akkor ő neki is egy kiképzésen kell részt venni, ami persze elméleti részből is áll, és gyakorlati részből. És annak megfelelően, ahogy az ejtőernyős képzési tematika diktálja, annak megfelelően kezdi meg majd az ugrásokat. Természetesen mindig oktatóval, oktató mellett, és amikor a biztonságos levegőben történő mozgása megvan, akkor az oktatója úgy dönt, hogy akkor most önálló ugrást hajthat végre. És aztán az ugrásszám növelésével növekedik a biztonság is. Tehát ott is egy mind a vitorlázó repülő, vagy bármely más kiképzésnél van egy szigorú tematika, amin keresztül a növendéket elviszik abba a sorba, hogy a végén kap szakszolgálati engedélyt. Úgy kell elképzelnünk egyébként, hogy egy repülőtéren folyamatosan van élet, tehát hogy mondjuk hétköznap is már reggeltől folyamatosan használják ezeket a gépeket, és van oktatás, gondolom én, és... 1989-ben alakult meg az egyesület, tehát elég nagy múltra tekint vissza, és ez alatt az időszak alatt ebben az egyesületben senki nem kapott egyetlen egy forint bérkifizetést, még költségtérítés sem. Ami azt jelenti, hogy itt olyan emberek dolgoznak, akik a saját munkájukat, sokszor a saját pénzüket teszik az egyesület működésébe, tehát azt kell mondjam, hogy ez egy olyan egyesület, ami nem profitorientált, és mindenkinek van munkahelye.
Tehát nincs főállású emberként a repülőtéren, aki különböző feladatokat, gondnokit és egyebet elvégez. Ez mindig arra az emberre jut, aki éppen meg tudja oldani a feladatot. És ebből adódóan munkaidő után benépesül a repülőtér, akkor elindulnak a repülések, hétvégén pedig szervezett üzemnapok vannak, ahol nem csak az ejtőernyős ugrások, hanem a vitorlázó repülő, motoros repülő, sárkány repülő is jelen van. Ehhez még vannak induló és érkező gépek, hiszen azért a hazai repülőturizmusban Börgönd azért már egy komoly desztinációt jelent. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor olyan légiforgalom van, hogy várakoztatnunk kell repülőgépet, mert éppen ejtőernyős dobás miatt nem tudjuk beengedni a Drobzon légtérbe a repülőgépet. És ezt mind-mind a tagság, illetve a repülők, ejtőernyősök a szabadidejük feláldozásával hajtják végre ezeket a feladatokat. Ugye most mondta, hogy hát nem kapnak fizetést ugye azért, hogy önök ott vannak. Ez az egyesület egyébként a tagságon kívül hogyan tudja még eltartani magát? Vannak-e támogatók, akiknek fontos szintén az, hogy legyen egy ilyen egyesület itt Fehérváron? Az egyesületnek támogatói nincsenek. Erre a programra a Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata nyújt támogatást, és a Hungarokontroll állt az évi rendezvény mellé, mint fő támogató. Ezekből a rendezvényekből, ha jól sikerül, azokból beszedett pénzből tudjuk azokat a fenntartási költségeket, karbantartási költségeket megcsinálni, ami jellemzi az egyesület fejlődését. Legnagyobb probléma például évek óta az áramellátásunkkal volt. Most több mint 1 kilométer új vezetéket kellett megépítenünk, mind levegőben, mind földön. Ezek 10 milliós beruházások, tehát nagyon sok mindent kell ahhoz összerakni, hogy működőképes maradjon az egyesület, azon belül meg a repülőtér is, hiszen az egyesület üzemelteti a repülőteret, és azért infrastruktúrával elég vékonyan vagyunk ellátva. Az áramellátást muszáj volt megoldani, mert azok az áramkimaradások már a repülés biztonságot veszélyeztetik, hiszen különböző meteorológiai állomásokat kell működtetni, rádióhangrögzítő berendezéseket kell működtetni, és ha nincs elektromos áram, akkor ezek működésképtelenek. De akkor most, ahogy így hallgatom, akkor ez az energiaválság, ami most azért tapasztalható, és ugye a drágulás, akkor önöknek is problémát fog okozni, illetve emelni kell nyilván akkor önöknek is az árakat, ugye? Hát, hogy őszinte legyek, mi a tagdíjakból tudunk bevételt szerezni, de hát az meg nagyon visszás, hogy most azoknak az embereknek emeljük a tagdíjköltségét, akik egyébként meg ingyen dolgoznak az egyesületben, és az áramellátás az egy nagyon komoly probléma, nem tudjuk még egyelőre, hogy ez hogy fog működni, hiszen bennünket hiába közhasznú szervezet, és hiába társadalmi célból működtetünk egy repülőteret, ugyanazt az áramot kapjuk, és ugyanannyi pénzért, mint a gyárak, ami annyit jelent, hogy 4-szeres emelés, villanyáram emelés van. Egyelőre kapcsolunk le mindent, amit lehet, és nem használunk, mert máskülönben nem tudjuk kifizetni a számlát. Hogyha a repülőgépeket nézzük, akkor hányfajta gépük van most? Nyilván most beszélünk a nehézségekről, de hogy van-e mód egyébként fejlesztésekre, tehát hogy valami újításokra mindig a gépek terén? Abszolút nincs. Ahhoz nagyon komoly pénz kellene, hogy a repülőgép típusokon belül esetleg újabb korszerűbb repülőgépet vegyünk. Az is nagyon nagy gond, hogy ezeket a repülőgépeket üzemben tartsuk, hiszen minden repülőgépet évente vizsgáztatunk, óriási költség minden repülőgépnek a biztosítása, és ha még ez mind nem elég, akkor most a repülőbenzint kapjuk 1200 forintért literenként, ami nem olyan régen még 700 forint volt, és ebből kell nekünk megoldani a szakosztály működését, mert a vitorlázógépeket motoros géppel vontatjuk. De hát az ejtőernyősök is motoros géppel emelkednek a levegőbe, és ezek a repülőgépek 40-50 litert fogyasztanak óránként. Hát fel van adva a lecke most, hogy hogyan tovább.
Igen, hát még akkor örülhetünk, hogy ezt a légiparádét egyébként megszervezték, mert gondolom, hogy ez sem kisköltség egyébként, nyilván valamennyi bevétel is van, de hogy azért nem kisköltség. Visszatérve egyébként így a programokra, mennyire befolyásolja egyébként a programot az, hogy egyáltalán a légiparádé megrendezésre kerül, mondjuk az időjárás? Természetesen minden programnak van időjárási minimuma, felhő alap, szélerősség, turbulencia. Most úgy lesz ki, hogy ez hétvégére rendben lesz. Utána az időjárásnak van egy olyan aspektusa, hogy mennyire élvezhető. Tehát a 35-40 fok az nem véletlen, hogyha megnézzük akár a külföldi repülőnapokat, akár most rendezett szlovákiait vagy az ausztriait, mindegyik itt a nyár végén, az ősz elején van. Tehát kilenni a repülőnapba 35 fokba az nem annyira élvezhető. Most úgy néz ki, hogy nem lesz meleg, és a mostani előrejelzés szerint ez a csütörtök pénteki hidegfront el fog vonulni, jó pár fokkal alacsonyabb hőmérséklet, mostani állás szerint ilyen 23-25 fok, ami igen kellemes, és úgy néz ki, hogy teljesen használható az időjárás a repülőnap, mind élvezhetőség, mind pedig a repülő eszközök, illetve a pilóták minimuma szempontjából. Igen, és azt hiszem, hogy jó idő lesz, úgyhogy biztos, hogy több ezer ember kint lesz majd vasárnap a repülőnapon, vagy hát a légiparádén. Hogyan tudják megvásárolni, ebben is volt fejlesztés, hogy a jegyeket már nem csak ott lehet megvásárolni, ugye bárhogy is megvásárolhatják a jegyeket, és bármivel tudnak fizetni. Igen, elővételben lehet jegyeket vásárolni a vasárnapi programra, és ajánljuk is egyébként, hiszen ők egy külön úton fognak tudni bejutni, nem kell sorba állni egy pénztárnál, mint eddig, és szép kártyával és bankkártyával is lehet fizetni elővásárlás esetén is, illetve a helyszínen, és ami még nagyon fontos, hogy ezeket a bankkártyákat, szép kártyákat a sétarepülésnél is fel tudják használni. Ha jól tudom, akkor hirdettek nyereményjátékot is, tehát hogy itt repülést is lehet nyerni. Ha jól tudom, ennek milyen lesz a kivitelezése, tehát hogy itt mikor tudja meg a nyertes, hogy nyert, hogyan zajlik ez? 3 ponton fogunk tombolát árulni. A nyeremények az sétarepülés, illetve a főnyeremény az az egykori szocialista hadsereg kiképzőgépének, a Delfinnek, ez egy sugárhajtású repülőgép, minden évben óriási szenzáció a megjelenése. Azon történő visszarepülés tökörre Börgöndről, ez a fődíj. Tehát aki tombolát szeretne vásárolni, az a kijelölt pontokon, színpad mellett információnál ezt meg tudja tenni, és akár 1000 forinttal egy több százezer forintos repülést tud nyerni. És akkor repül el az ember, ugye tökörre? Igen, akkor kap egy kiképzést, és elfoglalja a helyét a Delfinbe. Hát csodálatos érzés egy ilyen géppel repülni, egy ilyen gázturbinás repülőgéppel, úgyhogy átélheti a pilótáknak az egykori élményét, akik ilyen géppel repülhettek. Nem sokan vannak. Azt néztem egyébként, hogy van VIP jegyre is lehetőség. Az, aki VIP jegyet vesz, ő mit kap többet? Egy teljesen külön útvonalon tud beérkezni akadálymentesen a repülőtérre. Egy olyan magas szintű vendéglátásban van része, ami a VIP vendégeket megilleti, illetve ennek az új hangárnak egyharmadnyi része lesz kialakítva a teraszos kiülővel együtt, tehát mondhatnám a nagyképernyős televíziót nézheti a rendezvényen, hiszen minden panoráma elé fog tárulni, ami a repüléssel kapcsolatos. Hogyha a programokat nézzük, akkor hány órakor érdemes érkezni, és egyébként meddig tart majd így a légiparádé? Én azt gondolom, hogy célszerű minél előbb kijönni, akár a repülőprogramok megkezdése előtt. Két okból, egyik, hogy a kijutás, hogyha mindenki a főprogramra akar kijutni, akkor az sokkal nehezebb lesz. Másrésztről pedig akár a sétarepülés, akár a földi programok, a statikus kiállítások, gyerekfoglalkoztatás az sokkal korábban, tehát már 8 órás kapunyítás után rögtön elindul. De azt gondolom, hogy ha valaki 8-9-10 körül kijön, akkor onnantól kezdve folyamatosan talál magának a programot. Hogyha az eget kémlelik majd, akik nyilván kiérkeznek, akkor milyen időközönként vannak majd ezek a bemutatók fönt? A bemutató maga, a dinamikus bemutató az két részre van osztva. A 10 órás megnyitó előtt lesz egy katonai ejtőernyősugrás,
utána polgári repülőgépek, kisgépek, helikopterek, oldtimer repülőgépek fognak repülni délig. Utána lesz egy sétarepülőblokk, illetve egy színpadi program, a hangárba külön programok, majd 2-től 16-15-ig lesz a dinamikus program délutáni része. És akkor a színpadi programokkal, tehát hogy, mert ugye 16-15-öt mondott most így, hogy a fönt a repülés, igen, hogy a földi, tehát hogy meddig lesznek ott kint a látogatók, vagy meddig várják őket? Minden évben úgy van, hogy a 18 óráig van meghirdetve a program. A szimulátor meg az érdekesebb dolgokat még ott előfordul, hogy egy kicsit ráhúzunk, mert még ha sorban állt a kis gyerkőc, akkor ő természetesen még szeretne beülni, és ebben mi is segítünk neki. 16 óra, 18 óra az, amikor nagyjából minden program, a földi programok is véget érnek, a levegőben pedig 16-15 a terv. Szóval elmutatjuk, hogy tényleg reggeltől estig egész napos elfoglaltságra várják az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak itt a stúdióban. Kicsit beszélgettünk a repülőegyesületről is, és magáról a légiparádéről is, és tényleg szerintem jó idő lesz, úgyhogy sokan fognak kilátogatni. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Szilárdi Dezső, az Albatrosz Repülőegyesület elnöke, és Józsa Dávid, műrepülő világbajnok, aki egyébként az egyesületnek a szakosztályvezetője. Köszönjük a figyelmüket, ha tehetik, és tényleg jó idő lesz, akkor látogassanak ki a légiparádéra vasárnap reggeltől már és egészen este 18 óráig. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.